Na, sziasztok, gyerekek! Üdv a csatornán! Keeper jelentkezik következő Seven Days to Die-ja. Annyit csináltam, hogy vártam itt éjszaka hajnali négyig, hogy ne azt kelljen néztetek, hogy itt benne a sorokba kuporgok, mert igazából más nagyon nem is csináltam, sőt, egyáltalán nem csináltam mást, úgyhogy vágjunk bele, és csapjunk bele a lecsóba, aztán menjünk hajnali négy van, ugye most már nyugalom van, a zombi hegyek talán megnyugodtak. Váltok, egy kicsit asszimilálódnom kell, mert nagyon be vagyok itten gyorsulva. Várjátok! Azt akartam megnézni, hogy van ez a scrap baltám, hogy a scrap baltának mennyi a ideje, mennyi a damage-e. 15, úgyhogy akkor nem olyan jó. De viszont ez... az egész jó és gyors is. Ugye az attack speedje is nem mindegy, hogy mennyi egy fegyvernek. Fegyvernek az nem egy falu. Mert ugye hiába sebzel nagyot, hogyha például sok staminát teszik, vagy pedig mondjuk mit akartam mondani? Például sok staminát teszik, igen, azt akartam mondani. Várjátok, izét akartam gyújtani egy-két dolgot, füvet, meg benchet, meg ilyesmit. És akkor, na, még akkor az, ebben a részben arra gondoltam, a füvet minek is kell nekem gyűjtenem? Hát igazából az kell minden szarra, úgyhogy jó lenne, hogyha ilyenekre figyelnék. Meg branchet kell gyűjtenem, meg egyébként az ilyen tűzifa kellene, meg igazából az lenne jó, hogyha tényleg letelepednék már. Ebben a részben kell találnom egy olyan helyet, ahol ilyen egész kellemes helyre le tudnék telepedni. Wow! Oda nézzük. Antibiotikum, olyan de jó. Az antibiotikum jó, mert hogyha véletlenül megfertőződök itt egy ilyen zombit, aki túl közel jön, vagy ilyesmi. Akkor nem lesz bele gond. Mi orbit? És közben néha nem nagyon vállom, hogy mi orbitoznak. Ott is van egy mentőautó, úgyhogy azt is úgy beejtem. Jó, gyerekek, csapjuk neki, jó? Ja, egy kicsit rendbe raktam a cuccaimat. Mármint csak... ó, várjatok. Ja, én nem ordított semmi, hanem szomjas vagyok. Van egy lyukka juice-om, meg egy teám, azon kívül nagyon nem sok minden. Úgyhogy azt is kellene csinálnom piát. Ja, a tábortüzem van. Csak mert tűzifa kellene. Van mentőautó. Mentőautó. Autómentő. Jó van. Ja, meg kajás is vagyok. Jó van, nincs semmi gond, mert... ezeket a mentőautókat, ezeket érdemes lootolni. Hol van kaja? Itt van egy kaja. Együnk ilyen kaját. Mi volt ez? De meg átlagoltunk, na. Ott is egy mentőautó, azt is megnézem, gyerekek. Meg ott van egy Nember is. Nember van. Tojás, ilyesmi kell. Ezeket jó, hogyha összeszedem, később is. Hasznos tud lenni. Aha, megint szintet léptem. Az a gyerekek, mi ez a lag? Na, aztán visszamegyek most már tényleg. Mi ez a lag? A faszod. A faszod. Ez vissza fog jönni szerintem. Bár nem biztos. Ott meg egy küzdelem van. Na, van egy lyukka juice-om, az is jó dolog, viszont... aztán mondta, hogy ez támad. Nem támad, jó, inkább kerülöm baza ezeket a skorpiókat. Egyáltalán nem hiányzik, hogy én ezekkel összetűzésbe kerüljek. Jó, menjünk, adjuk le azt a rohadt küldetést, mert már megint mindenfele megyek, csak arra nem, amerre kellene. Itt van egy V8. Adjuk le a küldetést, és akkor csináljuk tovább a dolgokat. Így jobb, így jó, rengeteg állat van, rengeteg autó. Ez nagyon tömény az a játék egyébként, rengeteg loot lehetőség. Van egy ilyen jó futballhelmet. Loot skill-em is növekedett, ja. Nagyon tömény ez az Undead Legacy mód. No. Ja. Gyorsan leadom. Kellene jó sok toll. Ezt meg azért szeregetem, mert tollak kellenének. Ugye majd branchet is kell szednem. Ez mi ez? Looting skill-em megint nőtt. Nem most nőtt az előbb, vagy az másik volt?
Jó, hát lootolunk. Az jó dolog, hogyha a looting skillünk nő. Viszont adjuk le gyorsan a küldetést, vegyük fel egy másikat. Ott az mi van? Ott egy jó nagy hegy. Egyébként építkezés szempontjából szeretnék ilyen tornyot csinálni. Emlékeztek a legelső részadásolatomban milyen tornyom volt? Na, egy olyanra, egy olyasmire vágynék, amiből így ki tudok lövöldözni. Körbe kell csapdázni ugye ezerrel. Úgyhogy elég nehéz azt bevédeni, ugye sokkal egyszerűbb egy ma básod magad valahova. De arra gondoltam, hogy az már olyan nagyon smassz. Hogy mindig ugyanúgy csináljuk. Itt így látom, jártam. Nagyon snassz, hogyha mindig ugyanazt csinálom, és emiatt nem akarom. Egyébként a mozgékonyságomat leveszik ezek a scrap ironok. Vagy scrap armorok, nem ironok. Scrap iron armor. Ja, abból vesz le. De miért? Nem tudom most mi az a sok költögetés. Eddig ez nem volt ez a lag. Ja, a mozgékonyságomból, meg a staminámból keményen leszed. Úgyhogy ez ugye eléggé zavaró. Ezt meg bírom. Nem írja fel az XP-t, ugye abból tudom, hogy meghalt-e. Ezt régebben tudta a képen, most meg már felejtette, látod? Most följöttem, 800 XP. Köl az gyereke! Na. Untouch it. Oh, murky water. Ugye viszünk mindent is. Azt úgyis ugye eladjuk. Empty. Azt van. Buzeráltam. És akkor valami olyan, valami, valahol le kellene telepednem. Ahol így konkrétan tudnék így éldegélni. De lass, olyan lassú a karakter, túl is vagyok terhelve. Most még ráadásul. Mindjárt eladok mindent, ami nem kell. Meg fölveszük a küldetést. Szevasz. Oké. Okay. Mi ez mi? Ez milyen? Aha, ez egy ilyen armorba rakható dolog, ez meg egy. Ez meg egy ilyen könyv, inkább a könyvet választom. Mindjárt nézzük neki valamit. Nézzük, hogy mi az. Bicikli kormány biztos, hogy nekem nem kell. Ezt meg kéne tanulni majd. Ezt a kalapmódot eladom. Ezt a football helmet módot eladom. 10 mm-es lőszer nekem... Az a baj, az nem tudom mennyit ér. 64-et. A lőszereket nem adom el. Mert azok lehet, hogy kellene fognak. Itt átnézem, ilyenek ilyen, mint ez a lámpa. Ez például nem kell. Ez a hűtő. Nem kell. Próbálom kiválogatni, hogy puskapor valószínű most még nem fogok készíteni ilyet. Van egy kis mélem. Ezt eladom. Ezt eladom. Cső. Homokot megveszi? Az megveszi a homokot, gyerekek. Érdemes homokot összeszedni, hangon. Azt nézem, hogy mi van, ami olyan. Ezt is eladjuk. Scrap iron. Eladom. Azt tudok gyűjteni akármennyit, ugye ilyeneket, amiket így nagyon tudok gyűjteni, azokat eladom, meg ami annyira nincs szüksége, azokat eladom. Csavar, meg ilyesmi. Az a baj, még nem is tudom, hogy mihez kell. Iron. Úristen, mennyi kacat, gyerekek. Úristen, fösték. Meg se veszi. Oké, csontot nem veszi meg. Abból is van egy halom. Ezt se veszi meg. Jó, ami nekem egyébként kellene, az nem más. Figyelj, van éjjel látva. Nem biztos, hogy működik, ugye? Lehet, hogy ebben a módban működik. Fegyvered esetleg, lőszered. Na, oké. Weapons, sodróf vagyok. Na, kellene egy küldetés, csak meg kéne nézni, hogy akkor már itt most a város fele kellene. Tehát délre. Egy délre kellene, a legközelebbi. Délre. 240 méterre. Itt van délre. Okay. Ez jó, mert délre, ugye ez pont a városban lesz. Mennyire vagyunk túlterhelve? 92-re, de mi a szarab, mi az, ami nehéz nálam? Ugye megnézzük. Ez a rengeteg hús, meg a campfire, meg a rengeteg csont. Hát nem annyira, nem olyan nehéz az. Ez a rengeteg hús, ami
Sok. Mindegy, letelepedésre el kellene mennünk, gyerekek. Mennyi pénzünk van? 2100. Kellene venni satülőszert ettől a csókától. Azzal még mindig úgy érzem, hogy azzal el tudnék venni. Ha nagyon nagy a szar azzal, akkor ki tudom húzni, tudod. Shotgun lőszer, ez 33. Figyel, vegyünk egy 20 darabot veszek, jó? Azzal így szerintem el tudok majd lenni. És akkor most már van, hány lőszerem? 56. Azért azzal úgy lehet írtani, érted. És akkor megcsinálom ezt a küldetést, és valami olyan házat kell nézni, ahol ideiglenesen, de viszonylag hosszú távon el tudnék lenni. Az azt jelenti... van egy ötletem még. Megnézzük ezeket a... automatákat. Ja, ne várjál, várjál, nem elősz. Ezt az automatát megnézem. És ezt a Yucca Juice-t, ebből megveszünk ezt a kettőt. Megveszünk egy ilyet. Ez mennyit ad? Megünk ilyet is. Jó. Már akkor tudok ilyet enni, hogyha úgy van, meg tudok inni is. Ez fú, ezért várj, mennyit ad? Ez food 10-et. Ez is 10-et. Az annyi, hogy ez nem viszi le a water-emet. Ja, jó, túl vagyunk terhelve, úgyhogy mindenképpen kellene valami letelepedési dolog. Hát itt nem merek tárolni semmit, nem tudom, nem veszik el. Úgyhogy, meg amúgy is kell, el kell menni valahol, gyerekek, mindenképpen. Mindenképp kellene nézni egy olyan épületet, amiben legalább ki tudok húzni egy darab... Minek nevezik ezt? Egy darab hordát. Ott vannak ilyen böszme nagy épületek ám, csak az a baj, hogy azok lehet, hogy egy kicsit... Igen, egy horda kibíró épület kellene, gyerekek. Úgyhogy olyat próbáljunk megnézni, ott egy ház, amit ki kell pucolni, ez oké. Okay. Egy horda kibíró épület kellene. Itt meg mit kell csinálni egyébként? Clearelni kellene. Jó, ez jó. Ezt megnézem a rendőrautót, hát hogy... Ó, zárulom. Ez elég nehéz. Legalábbis kevés a... Jó, de jó, kinyitotta a keeper, hallod? Remélem valami jó, egy fegyó lehetne benne. Hát nincsen, de viszont a kettő víznek is nagyon tudunk örülni. Úgy gyerekek, itt van? Oda néz, ott a templom torony, nem? A templom az lehet, hogy jó lenne. Attól egy kicsit félnék, attól a nagy épülettől, de viszont a templom az lehet, hogy jó lenne. Azt meg tudnám erősíteni, nem? Na viszont ezt meg ki kellene pucolni. Ez egyébként ez a vascső, az epic. Ez jóféle. Na hol van a... Hol kezdődik? Az épület, az szerintem erős lenne nekem, a templom viszont lehet, hogy jó lenne. Hol kezdődik a küldetés? Igen, tudom, végigmehetnék, kilutolhatnám. És akkor ugye újra kezdődne, de... Nem tudom, valahogy nem füllik hozzá a fogam. Hol kell itten bemenni? Itt mutatja, hogy itt kezdődik a küldetés. Érdekes. De miért itt mutatja? Itt kéne nekem felugrálnom, vagy miért? Ez mi? Ez olyan gyanús. Hát nem gyanús. Itt föl tudok mászni ezen? Ha föl tud mászni ezen, bada, én nem is tudtam, hogy ilyet lehet. Itt kell bejutni valahogy. Figyeljetek, kemény benyomjuk, jó? Szerintem annyi, hogy a stamina-ra kell mindig figyelni. Ide lejöttem, az jó volt. Bokértelve. Na, közben utolgatunk, meg akkor a templomot majd bevesszük még ebben a részbe szerintem. Az a baj, a lootolás az rettentő sokáig tart. Az zárva van, hát azt hagyom is a francba.
csomó minden egyébként. És már most túl vagyunk terhelve, érted, az a baj. Majd ezt megpróbálom kinyitni. Tudod, a lényeg, hogy ki kell tapogatnod, hogy hol nyílik. Aha, itt nyílik, és akkor utána fordítod el. Na, az nagyon kellett. Le van szakadva. Ez nagyon... Már ezért egyébként megérte nekem. Rohadtul megéri egyébként snake-elni. Ó, 11 darab izé. Így, primitívból. Ugye gyerekek, szarrá vagyunk terhelve, úgyhogy a staminánk az elég keményen fog majd fogyni. Körülnézek itt is. Szemetet azt érdemes? Az a baj, megint szarrá leszünk terhelve. Fölveszek minden szemetet, és csodálkozok rajta, hogy szét leszek terhelve. Jó, itt akkor körbe mentünk, mehetünk fel az emeletre, nem? Ez valószínűleg bejárati ajtó, megyünk az emeletre fel. Le van szakadva egyébként. Arra nem akartam rálépni, de mindegy. Nem vettek észre. Itt biztos, hogy előugrabugrálnak majd. Jó, nem történt semmi. Mármint nem tört el a lábam, mert tudok örülni. De úgy látom, hogy szakad le az a tető, az ugye megint izgalmas lesz, azt rühellem. Baszott! Pont az lenne a poé, hogy ott végig lopakodok, akkor nem kéne szétvernem ezeket a dobozokat. De úgy látom, hogy csak úgy tudok elmenni, mert ez itt leszakad. Nem, ennek nem örülök. Jó, mondjuk a műanyag az kellene. Ugye a sisakot kéne csinálni a mining helmetet. Elmegyünk el. Megnézzük, mi van benne először. Ez a kettő üveget, ezt kiveszem. Most egyelőre ezt a küldetés dolgot én nekem abba kell hagynom, mert rengeteg időt elvesz. És nincs nekem fix helyem éjszakára, az engem nagyon idegesít. Úgy gyerekek, olyan szinte túl leszek terhelve. Az a baj, nem tudok futni, meg nem tudok mozogni, az engem rettenetesen idegesít. Valakik itt még biztos, hogy vannak. Ki ült? Bazd meg, én azt hittem, hogy az egy halott. Komolyan! Azt tudom egyébként, ez egy... ja, de ez a jó, ez a tudom, mit fog ki. Okay. Na, lopakodjunk meg. Tudja, hogy meg fognak szivatni jelenem ma. Rengeteg papírdoboz. És az a baj, hogy olyan rettentő lassan lutolok, és nagyon sokba szinte nincsen semmi használható,
És ez egy valamilyen szinten idegesítő. Könyves, mondjuk könyves polc az jó dolog. Hát ez ennyire nem volt jó. Nyomod meg pénz. Erre, úgy látom erre lesz valami csoda dolog. Azért nem férek el. Nem férek el, öcsém. Ez így félig ide van tolva ez a könyves polc, de jó. Gyerúrva. Megyek a csővel, mert szerintem itt egyébként lesz valaki. Ennyi? Ja nem, ott megy föl, aha. Parázok. Nem akarok meghalni. Itt van a loot. Biztos, hogy lesz ellenfél is. Nincs ellenfél? Szívassál. Gyerekek, szarrá vagyunk terhel. Nem hiszem, hogy nincs ellenfél. Tudja, hogy mögötte van valaki. Miért van ilyen rohadt sötét? Jaj, de esik az eső, az. Böszme sötét van, gyerekek. Megőrülök. Hú, ez... Ez egy kicsit para volt. Valaki még itt örög. Valaki még itt lesz. Hú, bazze. Jó, jó, oké. Okay. Gondoltam, hogy ott jön. Leesett a csávó. Jó, majd mindjárt jön újra. Meg volt? Meg volt. Visszacsuk. Jó, jó, jaj, bocs. Az esik az eső. Megint az lesz, hogy sivatagba esik állandóan az eső, megőrülök. Na nézzük, mi a főút. Valami jó legyen, valami érdekes. Aj, de nem hiszem el, hogy... Nem hiszem el egyébként, hogy mindig szarlód van. Mehetünk vissza a traderhez egyébként. Valamit kell okoznom magamnak. Lehet, hogy mégiscsak a tradernél kellene lepakolnom, mert különben nem tudok hol pakolni ma. De itt lószar sincsen, gyerekek. Hogy őszinte legyek, nem? Ezzel nem megyünk-e búcsúba. Vissza kéne mennem a traderhez lepakolni. Nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog. Meg mennyi... meg kell nézni, hogy tudok-e csinálni már sisakot. Világító sisakot. Remélem, hogy jó fajta dolgok. Biztos jók. Oké, vegyünk a francba. Mehetek vissza a traderhez. Mennyi van? 12 óra. Az a baj... Hát lehet, hogy inkább ne menjek vissza a traderhez. Nem tudom. Az ez milyen sötét ruha, hát hülye vagy? Ó. Itt ki tudok menni, de jó. De mi ez az átkozott sötét? Jaj, ne. Gyere! Rohadj meg! Megdöglött, neki futott a fa... üzének. Futott a kaktusznak. Jó, kaja az mindig kell. Menjünk, adjuk el dolgokat a tradernél, és pakoljunk ott le. És a templomot éjszakáig bevesszük, jó? Úgyhogy megpróbálunk odáig gyorsan elvickélni. Annyi, hogy... Itt ilyen gyorsan tudok csak futni, túl terhelve. Talán komolyabb ellenfél nem... ugrik rám. Az meg.
Megint kutya hangot hallottam. Megyek pisztolyjal, ugye, ha elfogy a staminám, azért lőfegyverrel nincsen gond annyira. Igen, a templomot megpróbálom elfogni. Remélem, hogy nem az lesz mindez alatt, hogy itt állandóan esik az eső, meg megőrülök tőle. Jó, barátom, nyugodjál meg. El kell adni mindent. Túl sok cuccod van. Itt meg ugye hatványozott a túlterhelés, ez nem valami kellemes. Jó, fölöslegesen nem lövöm el a lőszereket. Hányadik napon vagyunk? A harmadik napon vagyunk már? Ez úgy nem valami baráti. Ez a harmadik napon vagyunk? Hozzá. Megpróbálunk a templomba letelepedni. Aztán később meg akkor valahol máshol. Mármint akkor bázis létrehozás, ez egy kicsit szerintem a hetedik nap után legyen. Ezt nem tudom bezárni. Irritál, hogy nyitva van. Na! Ez mi az? Hunting vagy pedig... sisak lámpa. Mi van külön sisak lámpa? Akkor nem is lett volna jó, amire én gondoltam. Jó, nézzük az inventorikat meg, mert... Szeretnék eladni jó drága dolgokat. Várjál, sisakra tudom a sisak lámpát, úgyhogy ezzel tudnék valamit vele kezdeni. A bőröket eladom, talán nem annyira kell. Vaj... Vagy pedig lehet súly szerint bekom, és akkor a legnehezebb dolgokat eladom. A rohadt sok csont. Ezt lehet, hogy kidobom, mert nem. Bazzag. Vagy lehet, hogy fölveszem mégiscsak. Az a baj, hogy mindig túl vagyunk terhelve, szarrá vagyunk terhelve. Szened veszel el? Nem veszel. Figyelj, akkor inkább újra gondoljuk. Nem adjuk el a dolgokat, hanem bestorage-eljük valahova. Félek egyébként, hogy el fog veszni. Nem tudom. Ide berakom, nem fog ez elveszni, gyereke? Nem a legértékesebb dolgokat rakjuk le, aztán valami csak lesz, na? Nézzük. És új szerint? Milyen rohadt nehéz dolgok. Figyelj, ezt lesz krepelem, mert a szarnak se kell. Ez egyáltalán nem kell. 96-on vagyunk. A football helmetet azt modifikáljuk. Elvileg fel tudom rárakni a... Hol van az a... Hol van az a helmet lámpa? Ti látjátok? Oké. Okay. És akkor ezt... Oda be tudom rakni. Jó. És akkor azt fölveszem. Jó. Ezt meg leszkrepelem. Jó. Oda nézem, hogy milyen. Szkrepő. És akkor elvileg... Van most már világításom. Az egy jó dolog. Igaz, hogy szar állapotban van. Semmi gond. Ezt meg... Megtanuljuk. Ezeket egyébként... Nézzük, mennyire vagyunk. 96-ra vagyunk túlterhelve. Szerintem neki kellene állni. Keresni egy... Akkor ebbe a kukába raktam néhány apróságot. Amik igazából olyan, hogyha el is bukom, annyira nincs nagy probléma vele. Menjünk. És akkor most már tudok világítani. Merre volt a templom, srácok? Ma végre most már normális sebességgel közlekedek. Mennyi a kaja szintem, pia szintem? Lehet, hogy kéne enni gyorsan. Ez mi? Wow. Wow. Na, keressük meg a templomot nagyon gyorsan. Valamelyre erre volt. Remélem, mert eláll az idő, olyan a leső, mert nem szereti a képer. Megnézem azt az autót. El is áll. Jó, nem is foglalkozunk semmi. Jaj, de jó, hogy elállt.
eső. Nem is foglalkozok semmivel. Nem keménybe megyünk, pocakba. Jó, hogyha látok ilyen ellenfelet, az homlokon verem. Rohadt életben. Úgy utálom ezeket a kutyák, a gyerekek. Viszont tök jó, hogy van most már sisak világításom. Nem kell elővennem a lámpát, ugye? Mondjuk, na hol volt ez? Volt templomunk nekünk valahol. Viszont nagyon nem kellene lutolgatnom, mert amúgy is túl vagyok terhelve, és nehezzel húzzam az időt. 14 óra. Ott a templom. A templomba szerintem le tudnék telepedni okosban, nem? Megnézzük, itt körbenézünk. De eddig a templom szerintem oda legnyerőbb. A templom toronyba. Ott talán túl tudnék élni egy egész ordát. Itt szállnak fel a kakaduk. Ott meg van egy ilyen valamicsoda. A kettes gombom van a sörét, ha nagy a szar. Ne felejtsük el, gyerekek. Úgyhogy instant kettes gombra kell váltani, mert hogyha nagy szarba vagyunk. Egyébként esélyes, hogy ugye, hogy vannak bunkerek bizonyos épületek alatt, csak hát ezt meg is kell találni, úgyhogy ez annyira nem egyszerű. Úristen, ez a templom nem is olyan kicsi? Olyat, azt azért összegyűjtöm. Fát kellene majd vágnom, mert ugye nincs a izéhez. Nincs a tábortűz, az ugye eléggé idegesítő lesz majd. Megint túl vagyunk terhelve, tessék. Tök jó. Ez jó masszívnak tűnik ez a templom. Az mi a franc? Ez mi az, egy ló? Szarvas, nem? Mindben jó sok hús van, ez a mániám az a... Te, ez egy ló vagy, mi a faszom? Na ezt találja, jó vagy? Nem baj. Gyerekek, ez a templom, ez eres nekem. Ezt most látom, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon brutál lesz. Nem? Baszol! Jaj! Gyerekek! Bassz a gyerekek, mit... Mi a fát pont meg kell ide? Ne! Úristen, mi volt ez? Úristen, persze egyszerre kell rájönni mindennek. Nézd, oda eltört kezem, minden lábam, minden bajom van, úristen. Azt a betyár, úristenedet. Hát de megszopadta, köcsém. Rohadt életbe. Gyerekek! Nagyon durván megszívattak a... Nincs staminám. Nem van törve kezem, lábam, minden bajom van. Jó. Ó, hogy az a skorpió. Gyerekek, hányat kell belőle? Még jó, hogy volt sörétem. Hogy túléltem nagy ezen. De mi van? Mit ad? Nincs olyan speciális dolog? De... Szomjas vagyok. Kritin, nem tudom, hogy... Á, nem jó ez most, gyerekek, nem jó. Venom. Valamilyen ideje. Valami méreg. Méreg, mirigy vagy valami ilyesmi volt. Ó, bazze. Na várjátok, meg kell nézni, hogy a debuffokat hogy tudom hatástalanítani.
Debuffokat hogy tudom hatástalanítani? Ezt át kell néznem. Ezt meg ugye itt tudod, hogy... Mi ez? Meg vagyok mérgezve. Nem is kicsit. Ez nem az. Ez 10 évvel tudom... Jaj, várj, ezt a poison-t, ezt mivel tudom? Ez valami... Méreg akármivel tudom. Ó, oh, te fiú, mostan baj van. Steroid... És pont olyanom nincs. Antibiotikum az oké, okay, meg a méz, asszem. Az jó. Ha izére, erre talál. Igen, az jó. A kéztörés, az mi? Úristen, broken arm, kéztörésre mi jó? Izére, be kell kötnöm. Az is volt, asszem. Igen. Jó, ezt bekötjük. Törött kéz beködve. Jó. Nem tudom ezt még csökkenteni valahogy. Nem. Jó, ez gyógyulunk. Oké. Okay. Ezzel kéne valamit csinálni. De nekem nincsen izé. Nincs méreg. A francba. Ha 100%-ig ér, akkor meg fogok halni. Valami méreg cucc kellene. Várja, ígyunk közben. Ígyunk még egyet. Megmérgezett ez a szar. Hát gondoltam, hogy valami nagy baj lesz, gyerekek. Ó, hogy rohadj meg. És honnan francból szedjek én ilyen méreg ellenszert? Ezt meg tárazzuk be. Végig szerencse, hogy volt ez. Itten nincsen ideje apelát a gyerekek. Ez a skorpió, ez nagyon beteg. De most itt ezt érted? Most ide föl tudok, mert ez nem is izé, nem is templom. Nem tudom, hogy hol tudnék letelepedni. Ez jó megszopatott, gyerekek. Hát egyelül egyébként mentőkbe tudnék bízni, úgyhogy mentőket kéne kerestünk, hogy nem tudom, mit csinálják. Ez lehet, hogy rendőrség, az meg ugye elég kemény hely. Nincsen kórház valahol? Jó, figyelj, hát körülnézünk, azt látunk mentőt, azt, ott meg ott van egy ilyen kutya, de jó. Komolyan ma be kéne kötnöm magam, vagy valamit kéne csinálni, mert ide van. Kevés a HP-m amúgy. Meg az a baj. Le is vagyok amortizálódva időügyileg is. Ugye max HP-t is degradálja valami. Ez egy rendőrség, jó, oda nem megyünk be, az kemény lesz. Mentőd vagy valami, ez mi ez? Ez mi ez? Mi a faszod? Ez olyan, mint egy trader. Hát azt nem mondta, hogy itt egy trader. Gyerekek, itt van még egy trader. De nem hiszed el. Benézek, de ott egy mentőautó, azt megnézem, de lehet, hogy az annyira le van amortizálódva, vagy nem lootolható. De gyerekek, nincs olyan szerencsém, biztos, hogy fogok találni ellenszert. Nem tudom, hogy szerintem idejében kórházba lehet találni, de benézek a traderhez. Az van egy trader itt a ház mellett. Be, megőrülsz. Tök jó, sok trader van. Ó, várjál, itt akkor lehet lootolni megint. De, mi a, hol van itt a csávó? Itt is lehet küldetéseket elvállalni. Hogyne lehetne, nézzük, hogy... Itt a javítani lehet, ugye? How can I help? Hoppá, ketten van, vagytok gyerekek. Na, inventory-ba esett a gyógyszeret, nincs a testvérem az úrba. Ez mi? Alkohol. Itt vannak jó kaják egyébként. Gyógyszer nukumi. Ez nincs is olyan slot. Várjál, én megpróbálok eladni neki valamit, mert itt megőrülök, hogy fullon vagyunk. Nem tudom, mit adjak el, ezt a bőrt, ezt mindig eladom. Nézzük, milyen rohadt nehéz. Nagyon sok húsom van, nagyon sok kajá. Nem akarok... Ez a Wood Hammer, ez kell nekem? Szerintem se veszik. Jó, mondjuk most... Nem, hát de most túl vagyok terhelve, épp vagy egy picit. Ez a baj, annyi szarod van, és ezeket mindig eladogatni.
Azért lenne jó valami helyre letelepedni, ahol milyen jó fegyverei vannak odani, de hát az ilyen 7000-be kerül. Mondjuk aztán van már pénzem. Nézzük meg a másik csávót, hát ha valami van nála. Nem nagyon. Ja, el kell, hát kell gyűjtenem. Várjátok, nincs itt valami jó loot? Lootot megnézem. Hoppá, mentőautó? Nem, szervizes. Mindegy, megnézzük. Igen, az a baj, hogy meg fogok dögleni. Hát ez elég nagy probléma egyébként. Ezeket felveszem, azt eladom. De most érdekes, hogy nem vagyok túlterhelve, de miért nem vagyok túlterhelve? Ja, de túl vagyok terhelve. És itt is van egy ilyen rohadt nagy szép, csak ide nem lehet bemenni. Military truck. Valami fegyó. És már megint extrémül túl vagyok terhelve. Meg sem merem nézni. Az a baj, annyi lootolható cucc van, bazze. Nem tudsz vele mit csinálni, sok szemettel. Jó, persze nem szemét, oké. Okay. Nézzük körül, hogy helikopter, beszálló. Semmi. Próbáljuk meg eladni neki valamit már megint. Az akkumulátor. Ez egy egész jó fegyver. De szerintem a csövem az jobb volt. Cseszhetem az egészet, hogyha nem fogok tudni túlélni, gyerekek. Antibiotikumom van. Venom szek. Adjuk el. Done. Nagyon rá fogok cseszni, gyerekek. Jó, mennyi idő van? 18:54. Az a baj, hogy időm sincsen. Úgyhogy megint túl kell majd élnem valahol. Hát figyeljetek, körülnélek, hát ha találok még mentőautót. És abban az egybe bizok. Gondolom abban lehet ilyen izolét ellenmérget ugye találni, másban nem. Az nem kórház véletlenül? Hát figyelj, ezt tudom csinálni, hogy körüljárok. Nehogy megint essen az eső. Nem hiszed el, már megint essen az eső, bazd. Tövadulsz meg. Egyébként ezt én nem tudom megérteni, hogy a sivatagban miért esik állandóan az eső. De hát jól van. Az mi? Az nem kórház. Ez egy hotel. Esetleg a mentőautót látok, az ki tudna húzni a szarból, más nagyon nem. Ez egy ilyen bevásárlóközpontszerű. Csak így most ugye látótávolság nulla. Atlétik az ki nem növekedett. Egy kicsit el vagyok anyátlanodva most, hogy én itt meg vagyok mérgelődve. Szerintem nem is látod, hogy mik vannak előtted, az a baj. Rohadt mentő jó lenne. 19:30 van. Éjszakára megint keresitek egy jó helyet. Ez se tűnik kórháznak. Ez se tűnik mentőnek. Legalább a látótávolság ne csesznek ki az emberrel ilyenkor, nem? Az időjárás. Milyen szarnak esik állandóan az eső itt? Ezek azt hittem épületek, az közben meg fák, nem? Mondjuk épület is van arra. Egyszerűen nem lát! A legidegesítőbb. Legalább látnék, érted? Látnám, hogy ott van egy mentő, vagy egy kórház. Hogy fogok túlélni éjszak a gyerekek? Nagyon eltávolodok itt a dolgoktól. Mentőt akarok!
21%-ra vagyok megmérgeződve. Ez mennyire gyorsan nő? 21,9. Hát az elég gyorsan. Meg lehet, hogy csökkenti a különböző képességeiben. De egy kisütne a nap, akkor... ott van egy olyan. Hát az kicsinál a gyerekek. Az a Scorpio, az kicsinál. Arra nagyon kell figyelni. Tök jó, nem lát semmit a csinál. Legyen már jó idő, hallod, legalább ne szívasson meg az a játék. Az ilyen elektromos cucc. Biztos, hogy van kórház. Tuti. Ne legyen már jó idő, tényleg, ne, nem, nem hiszem el. Mehetek mindjárt, az a baj, 2 óra múlva már baj. Ilyen időnek kell lennie, meg sem megőrülök. Mindjárt húzódhatok be valahova, hogyha nem akarok megdögleni. Itt ez templom? Ez viszont egy templom. De menjünk, gyerekek! Fölmehetnék a tetejére, túlélni. Polisz! Rendőrség! Na jó, kisütött a nap, van látótávolságú. Oké. Okay. Jó, várj, mennyi idő van? Van másfél órán. Oké. Okay. Ezt a templomot lehet, hogy... Ó, figyeljetek, ott egy ilyen robos épület. Arra viszont így föl lehetne ugrálni szerintem. És ott túl lehetne élni a tetején, nem? Vagy a templom. Hát arra sem tudja, gyerekek, megint szomjasak vagyunk. Hogy a rohadt életbe? Lehet, hogy ez... nem lenne. Van itt minden, minden. Bocsi, egy ilyen leégett épület, úgy látom. Semmi extra, be van zárva az ajtó, persze. Mert hogy inkább a templom, gyerekek. Egy óránk van vissza, úgyhogy ne nagyon tököljünk. Gyorsan. Aztán a holnap reggel mindenképpen kell keresnünk valami... kórházat, vagy valami hasonlót. Hát, hihetek, kemények leszünk, mint a Rambo áram most. Mert nincs időnk. Franz, babazze. Erre nem számítottam, hogy kapásból. Sietnem kell. Fel kell jutnom a tetőre egy órán belül. Baj lesz. A fasz! Mi az a sok zombi, gyerekek? Miért? Hang. A hang miatt jön neki, ölöllelek ide? Van fél óra. Jósabban is süthetnéd, baza, ezt a szart. Yeah.
Nem érek rá! Ne, 20 percem van. Tíz perc. Nem tudok felvenni a tetejére. Jó, bújjunk el, bot. Orvosi cucc. De nem az, ami nekem kell. Itt egy chest. Egy chest. Na jó van, gyerekek. Szerintem elbúcsúzom. És innen folytatás. Hát egy nem a legjobb helyen vagyok. Azt hittem, hogy fel tudok menni a tetejére, de rohadtul nem. De viszont azért védhető ez a hely. Ugye onnan tudnak jönni. Le tudom őket íjazni, ha úgy van. Egyébként rohadt nagy stressz van. Mennyiben 25,5 igen, százalék. Annyi, hogy szomjas vagyok, akkor ígyunk. Jó, egy-két dologra azért jó lenne figyelni. Szarrá vagyunk túl terhelve. Nem tudom, hova telepedjek le. Sanyi, ne kölgjél, bazzer. Kellene nekem valami leteleperéses zón. Ugye ezekre nem foglalkozunk, ez a kettő az lényegtelen, az is lényegtelen. Ez a baj, meg igazából a törötkedem a baj. De szerintem egyébként annyira nincs, nem vagyunk nagy szarba. Az a hat darab, ilyen van csak, ilyen gyerekek. Jó, kaján van, minden van, úgyhogy nincsen olyan hatalmas nagy probléma. Annyi probléma van, hogy nem a legjobb helyen vagyunk. Most. De be tudtam húzódni ide, ennek is örülök. És igen, lehet, hogy itt én el fogok éderezni, és maximum, hogyha nem történik semmi, akkor innen folytatjuk, gyerekek. Jó, ide bebújok így. Így. Lámpát se kapcsolok. Itten ezért szépen elhéderezek. Nem tudom, valamit ki kell találni éjszakára, vagy nem éjszakára, hanem valami olyan bázist, ahol tényleg jó el tudok lenni, mert ez így nekem nagyon nem jó. Kéne találnunk egy bunkert, egy föld alatti bunkert, vagy nem tudom, valami ilyesmit, vagy nem, egyszerűen nem tudom, hogy legelső hordát ugye valahol, ahol ki tudnám húzni. Ja, de hát ugye először meg izé kell most. Vagy mentőkocsi, vagy kórház, kell szereznem izét. Ilyen elleni dolgot. Vagyis hívják elleni dolgot. Ez. Ezek nem számítanak, minden oké, jó, ez gyógyul, adni, hogy túl vagyok terhelve, az nem veszélyes. Ez. 100%-on meg fogok halni. Az a baj, hogy a sebzésemet is, és egy csomó mindent ez csökkent. És ez jó lenne csak. De várja, ugye nincsen, biztos, hogy nincs nekem olyanom. Bandage, aloe cream. Nem jó, igen, ez csak ugye. Ez se jó. Nem, nincs olyanom. Úgyhogy szívás. A steroid az viszont jó, mert 30 percre növeli a izét. Növeli a százzal a izét. Amit bírok, elbírok. Az jó dolog. Jó van, gyerekek. Akkor én teljedelek. Lámpát sem merek kapcsolni. Ugye látni, hogy én is nagyon jól el vagyok bújva, úgyhogy még ha közelemben van zombi, az sem nagyon vesz észre. Igen, ezekkel a skorpiókkal rottul kell vigyázni. Hát sörétesből is kellett neki, vagy 6. Meg ráadásul pont akkor támad meg minden. Nehogy véletlenül is egy-egybe harcoljak ellenük. Jó, gyerekek. Már éjfél van, még 4 órát kibírok, lazán, aztán megyünk tovább. Csináljuk a dolgokat. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Hát próbálok nem meghalni. Kicsit még ilyen nomád életmódot kell folytatnom, mert ugye még nem tudok kiépítkezni szinte. Azt majd, hogy ki fogom bontani, csak egyelőre nem akarok itt ütni semmit. Na, jók legyetek! Csácsumi!